Ale gyda'r bod yn eisiau fan am. Does he wear the lead dog on? Pass. Does he wear the lead dog on? Pass. 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 És ti csináltátok máskor is, voltak ilyen találkozók? Nem. Ez most első alkalommal lett. Igazság szerint Hardcam, Pató Illés, aki tehát ő hozott titeket gyakorlatilag össze, uh-huh. Mi gyakorlatilag csak a helyet és a uh-huh. körülményeket biztosítunk. Uh-huh. Nekünk nagyon régi barátunk. Tehát én még főiskolai korunkban, érted, együtt éltünk, együtt zengettük a népet, mert nagyon régóta ismerjük egymást, és egymást nem tudtuk. Okay. Ezzel mindent elmondtam. Ezt nem vetted? Oh, what's up, ez a küldő tündének van. Oh, nyaljál be! Ne is régóta ismerjük egymást, és hogy nem. De most is jelenleg így félig, mert van egy zenekarunk, csak hát így ennyire repróbáltunk, meg így. És akkor így jött ez a dolog, mert ő ide szokott járni, jó a társadalom. Tényleg. Nagyon tök jó. Jó ez az egész, hogy, tehát, hogy megszerveztétek meg, mert nem tudom, hogy ki vett benne részt, tényleg egy jó, nagyon jó kezdeményezés. Elközel nagyobb lesz. Rád gondoltam. Bár a hangom így is elég. Nekem legalábbis. Hát, és most jelenleg milyen hangszert hoztál, vagy milyen hang? Semmit nem hoztam. Csak magad eljött és akkor? Igen. Bánom is, hogy nem hoztam el az enyém, mert egyrészt jó, tehát jó viszonyítási alap lett volna, meg hát az enyém tényleg jó. Úgyhogy kíváncsi lettem volna, hogy... De sajnos tényleg az van, hogy ami az EBS-en szól, az jó. Bármi. Meg ott volt még egy-két jó cucc, de hát nem mindegyik cucc szól úgy, ahogy... Persze. Annak is egy jó teszt egyébként, a cuccoknak is egy jó teszt. Hát azért is akartuk ezzel szólni, hogy ezért is volt ízésem egy ilyen jó. Tehát ahogy akkor mondtam, hogy basszus, azonnal érted, rögtön azt mondom, hogy igen. Mert igazság szerint én is szoktam ilyen basszus, de nem annyira és eleve gitározom, tehát én. De hát főleg nagyon szeretem a basszus után, tehát jól érzem magam rajta. És... Nagyon jó, hogy tudsz kezdeni, de most meg kurva jó. Tehát én nem is gondoltam, hanem is gondoltuk volna egyébként, hogy ennyi ember fog ezt mondani. Ettől függetlenül, hogy most ilyen korlátott számú közönség van, de szerintem ettől sokkal többen van. Ja, biztos, persze. Főleg, hogy ilyen zenészek vannak. Nem tudom, de én... Jó, de ne én beszéljek már létszás, mert te. Melyikről beszéljek? Már is tudom, hogy én elég elég voltam. Valaki kopog. Hát, az kopog. Mire vagytok kíváncsiak? Mindenre. A naprával nektek milyen terveitek vannak? Közeljövőben. Közeljövőben. Januárban veszünk fel a második lemezt. És most azon dolgozunk. És az milyen különlegességekkel szolgálhatunk? Csak különlegességekkel szolgálhatunk. Jó, ez jó. Okay, ezt már tudjuk. Hogyha ismered az elsőt, ez szerintem a második jobb lesz egyébként. Jó, tehát talán egységesebb, igen. Zeneileg szerintem érettebb, de meglátjuk, hogy igazából nem nagyon engedünk bele szólást, hogy ilyen legyen, majd kiderül, hogy... Bemutató mikor van, vagy mikor a tervezés? Hát azt nem tudom, annyit tudok, hogy január 9-én vagy 10-én megyünk felvenni. Ez igazából elcsúszott, mert ez már fel kellett volna, hogy vegyük, meg kellett volna, hogy csináljuk az anyagot, csak közben jött ez a Radnóti lemez, ha hallottatok róla, és igazából azzal voltunk elfoglalva, mert fél évbe telt.